jó, és akkor már kezdődik is, de rá akartam nézni a standingsre, hogy hogyan is állunk, hogy tulajdonképpen ez a harmadik körbeinek hívják ezt. Na, és akkor ott fönt már a játékosok egymás körött, köröznek, mint a cápák, közben fogynak a burvorok. És majdnem kiirtottak egymást. Legyen könnyű a sprite-oknak a föld, vagy a személygyűjtő, bár ez még nem volt. 8 bites temető. Hoppá, hátba kapta a szegényt. És már is kialakult egy kis hírig, de nem tudott kicsúcsosodni az események láncolata, mert sajnos közbeszólt öngyilkosságával az a sprite, és véget vetett a mérkőzésnek. Az első pályán közöttünk van egy torvor, könnyebben belemegyek egy ilyenbe én is, mert nem kell kiítanunk a másokat hozzá. De aztán akkor meg pontra kell játszani a végén. Ez igaz, hogy... Nagyon nagy túlélő ám az a kék szörny ott. Én már kitüntetném. Figyelmeddel? Figyelmemmel. Hol jöhet? Ekkora mákod volt! Kinéztek a játékos és a szörny, és megijedtek egymástól. Na, jó, egy teleportos menekülés. Mindeközben szörnyek kulminálódnak. Bármit is jelenti ez a szó, igen. Ez az, na jön, jön a bogár! Zúg az éj bogár, sebessége, V0, F-erő hat rá, azután elnémul. Ó, ez az, megvan a varázsdús, nagyszerű. Hányszor látunk egy vízrabot volt? Elég sokszor bejön. Sokszor, nem tudom mi idézi meg, lehet, hogyha jók a játékosok, vagy ha magasak a pontszámok, akkor mi játszottunk, rendszeresen tiszteletét tette. Ez igaz, rendszeres. De van rá valamilyen százalékos esélye, ami alapján bejön. De kiszámol mindig valamit. Na jó, akkor valaki szedje szét a programot létre, és ezt nézze utána a forráskódba, hogy mitől függ ez. Amúgy valami Viking biztos fönt van. Viki of War. Soha nem néztem utána még. Na, ki nem jön? Az igaz! Hát sajnos, ezt nem lehet kiszámítani. Pedig minden esélyez meg volt rá. Igen, az ott nagyon frappás volt. Ez majdnem gyönyörű volt, csak szám. Telefonnal ne foglalkozzunk. Igen, az a nem. Gyere, fogjunk! Jaj, de szép volt! Elkapta a kis oxigén palackját, vagy mi az? Egyébként megint egy burgot, egy burgot. Ott a sarokban is mi volt? Megint egy burgot, ami szegénykedett a másikra. Na és megint ha akkor lőttél volna, akkor előtted volna. Menj utána most már, ne hagydott! Lőd le! Adjatok neki, jól van! Nagyszerű. Picit környéten jár már az a csávó. Most már lassan hány éves? 40 éves lesz az arcade verzió, épek 32 éves. Utolsó pálya? Utolsó pálya, arra. Életekből nem állunk szűk. Van ott egy alakú, csak szólok. Hopp, ott repül. A két merjen kimenni. Repül a nehéz sugár, ki tudja hol áll meg. Hol ott nagyon sok lett már a szörny lent. Na, két tudás megfér egy arénában. És lelőtte. Nem baj, még mindig a kék áll pont van nyer, és a másik... Ki kell húzni a pálya végéig? Még sárta játszol, hát igen. Az nagyon jó. A tetejét is kell egyszerre nyomni. Meg olyan nagyon szép, és itt a pálya végre. Jó volt. Pont alapján Csabi nyert, ez az első meccs volt, ugye? Nagyszerű, 1-0 oda? 1-0 eddig? Egy új Csabinak, így van. Akkor hajrá. Ránézzük a chatre. Egy erősebb restort nyomjatok most. Miért? Nem volt? De megy. Nem megy. Nem volt elég erősebb restort. Azt mondja... Lehet, hogy a nézők már elpárkoltak tőlünk. Elég szépen kerülgetitek egymást. Na nézzük. Igen, szép, csendes vadászat. Hát pedig annyira várta a sárga ott. És
Ismételtem meg a pontvadászat. Nem tudtam volna egy másik színt választani ennek a kék játékosnak? Miért lett volna másik színű? Hát egyre legyen olyan folyosó színű. Hát kamuflás. Jó! Elterelte a pillanatban a figyelmét, és még az is megvan, és még az öreg csávót is meggyalázza. Így van. 3-1, gyönyörű volt. Nagyon szép, és egyszerre hangzik a tapsonnal a nézők közül. Nem baj, még semmi nincs veszve. Ez még csak a második mérkőzés. Pontban se állunk olyan rosszul. Ki érte az elsőt? Csabi, igen. És most is eléggé keményen tolja. Elmenekül inkább ebből. Igaza is van, mert ez egy ilyen kéteséges dolog. Itt nem lehet skillből kitaktikázni ezeket a shootoutokat. Igen, biztos van itt. Valóban át? Nem, mégsem. Szeretem azokat a játékokat, ahol tisztelik a Doppler jelenséget. Ahol föntről lefele megy a lövés hangja, hogy tyú, ahogy távolodik tőle, nem pedig tyú, tyú, olyan is van. Jó, megint beleért a kis lézer palasztja. Ebbe belesétel. Pillangó, az is megvan. Ahogy szokták mondani, innen szép nyerni, de nem lehetetlen. Messze nem lehetetlen. Bravúrt várunk. És már kezdik is írtani, és sajnos belelép be a másik aurájába. De adtunk egy életet a sárga szörnyikének is. De gyerünk bent a középen, az Aréna istené. HBO miniseries. Nagyon sok izzadt férfi test feszül benne egymásra. Na, mi volt ez? De ez... És ajajajaj, Kemperi tilos, Kemperi tilos! De nem baj, de így is nyert! Mit mondasz, Attila, ilyenkor vége van? Vége van, meg Kemp szabály van? De így is, úgy is nyert, úgyhogy... Nem nyert, mert megszegte, tehát nyert. Így. Igen, mert nem engedte ki a búvó helyre. De úgy is nyert volna, hogy nem az döntött, hogy nem tudta a játékos a szabályt, hanem skillből Csabi akkor 2 győzelmet behúzott, és gratulálunk neki, ezt a sorozót is megnyerte. Igen, azt szeretnék kiemelni, hogy ilyen nem nagyon fordult elő, hogy a másik kezdő helyi Kempelni, miután meghalt, nem szabad. Ezt tiltják a verseny szabályai. És akkor behúztuk.